megnézzük, ahogy sikerült. Sikerült neki. Kérjük egy hatalmas nagy tapsot! Arra kérlek! Benéz egy nagy levegő, és fújjál a labdáról. Már egy hatalmasat kéne fújni. Hú, de még egyet, figyelj! Fújjunk ketten, jó? Egyet állunk. Még egyet. Egy nagy tapsot kérek a szívnyakosnak! Nagyon ügyes! Hát képzeld el, hogy mivel te vagy a szűnnapos, hoztam neked egy sűri labdát. Szereted a sűri labdákat? Vagy úgy egyet a labdákat? Ez a sűri naposé, egy nagy tapsot megvarázsolt, hogy megnyugodtan fiat. Képzeld a helyet, és felfele fújjad, és kéne lebeg, mondom lebegjen. Nagyon ügyes, ezt nézzétek meg, milyen ügyes. Folyamatosan fiai kéne fújni. Zseniális, mit csinálsz, köpködött vagy van? Egyenesen tartsad, vigyázz, ilyen viszintesen kínáljon. Úgy, úgy, és fújjad, 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 fújjad. Igen, egy kis célzó vizet. Na, hatásuk most versenyben, ki az, aki magasabbra és hosszabban tudja fenntartani? Ah! Egyet pattogat, nem azt mondom, pattogtatni az többen számsz, a többször. Ah, nagyon jó, három sikerült. Figyelj, ha egyenesen tartod, és csak így egyszerűen rámadod, akkor pattog magától utána, mert csak egy picit kéne megpattogtatni. Ez volt a nagyon jó alakul. Tartsd egyenesen és esd rá. Na szóval mehet ki a négy labda? Igen! Akkor elnök én. Pam, 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 pam. Négy labda. Szurkoljunk neki egy tapssal. Öreges tapsolt, hát tapsoljunk már, mintha színházban lennék. Nagyon jó, a szűnaposnak meg egy sikítással szurkoljunk. Ez persze, mert a sikítás az rendben megy.